Honnan jött az indítatás, hogy dukazoljam Árpádot és annak családját, könyvbe foglalja? Hát ez egyrészt a családból jött, hiszen édesapám és édesanyám is még akkor legény, illetve lánykorukban jártak a templomi énekarban, amelyet Dukazói Miaglája néni vezetett, és hát ott erősödött meg a kapcsolatuk, úgyhogy ez is egy motivum volt, viszont nagyon elkezdtem a falu történettel foglalkozni, és én a deportálásnak fogtam hozzá, aztán rájöttem arra, hogy a deportált gyermekek a névsorából nem csak a deportáció volt érdekes, hanem akik idejöttek, és ott találtam rá három dukazólyomi gyerekre, akit én a családból már ismertem a nevüket, de úgy megfogott az, hogy mind a hárman itt voltak, és mind a hárman, ahogy a szülők is sikeresek voltak, hiszen Dukazólyomi Norbert politikusa volt a felvidéki magyarságnak, Aglája asszony a Pozsonyi Konzervatóriumnak egy jeles tanárnője volt, és Taksonyi orgonista lett ínségből, mert akkor mind a két kántor, aki játszhatott volna, kitelepítették, illetve fogságban volt, és a három gyermek, akik édesanyjuktól a zeneszeretetét örökölték, Árpád pedig édesapjának a tudós indítatását vitte tovább, és hát így vált közéleti emberré, és valahol úgy éreztem, hogy a taksonyiak befogadása is segített abban, hogy ez a család akkor a háború végén, ahogy menekülni akart, nyugat felé, mert ugye az oroszok már jöttek, illetve hát a szovjet csapatok, akkor sikerült nekik visszatérniük, és Taksonyon befogadták őket, egy gazda, kis gazda család, akiket aztán később kitelepítettek, de ők megmaradtak, megfogantak Taksonyban legalább 10 évig, és a gyermekek ide jártak iskolába, aztán a Galántai gimnáziumban közülük 2, és így kerültek aztán vissza Pozsonyba, és ez a 10 év Taksony történetének nem csak az a 10 éve, hanem az a hagyaték is, amit ők itt hagytak ránk, azt a szeretetteljes családi légkört, amit én a kutatásaim során megtapasztaltam, és hát rendkívüli 3 év munkája volt, míg feltártam mindazt, ami az egyes motivumokat, a cselekvést, és ahogy az évek sora következett, hogy mindenre igyekeztem választ adni, elsősorban azokra a személyes kapcsolatokra, amelyeket a családot és a falu közösséget érintették, és örülök annak, hogy idáig eljutottunk, hogy emléktábla avatásra készülhetünk most éppen.